És akkor folytatjuk a magyar néptánc titkos üzenetét, titkos nyelvét. Az előző estéhez nagyon sokan megkerestek ugyanis egy kérdéssel, szeretnék egy rövid gondolatot hozzáfűzni, inkább csak bizonyságtételt hozzáfűzni. Tudni illik, azzal kerestek meg már a szünetben, aztán az előadás végén is, hogy hát hogyan van az, hogy én azt mondtam, hogy a kedves, akiből aztán pár lesz, és az asszonyunk lesz, hogy az asszonyunk, amikor az utcára ment a férfival, a férfi emberrel, az ő férjével, akkor a férfi balján foglalt helyet. Ez a régiségben, higgyék el, így volt, és akkor mondtak példákat, hogy ő náluk már nem így volt, és ő náluk sem így volt. Egyetlen egy példával szeretném bizonyítani, hogy bizony-bizony így volt, a templomokkal. A Kárpát-hazában minden templom, legyen az római katolikus templom, vagy református templom, vagy unitárius templom, keletre volt tájolva. Amikor az ember még tartotta az építés ősiségének rendjét, a templomokat keletre tájolta. Némi nemű különbség volt a tájolások között, ugyanis tudva lévő, hogy minden templom az ő védőszentjének neve ünnepi napkelte helyére volt tájolva. Vagyis megnézték, ha teszem a Szent Mihály volt a védőszentje a római katolikus templomnak, hogy Szent Mihály napján, szeptember 29-én hol kell föl a nap a keleti látóhatáron, és arra a tengelyre tájolták rá a templomnak a főhajóját, az épületnek a fővonalát, és ott helyezkedett el az oltár, a szentély, és nyugatra volt a bejárat. Amikor a falu népe misére vagy Isten tiszteletre érkezett, vagy menyegzőre érkezett, akkor akik már páros életet éltek, azok is szétváltak a kapuban, ugyanis az asszonyok mentek és a leányok mentek az északi oldalára a templomnak. A férfiak pedig mentek a déli oldalára a templomnak. Azért, mert az északi oldal, tetszenek látni, a bal oldal. A templom főtengelye szerinti bal oldal. Az asszonynak, a nőnek a helye. A befogadó principiumnak a helye. A sötét principiumnak a helye, amit nem kell azonnal úgy lefordítani, hogy ott a sötétség a meghatározó. Persze a sötétség a meghatározó, de nem abban az értelmében, hogy leány és asszony sötét lenne, hanem abban az értelemben, hogy a sötétség a teremtés őseredeti rendjében semmi más nem jelent, mint a világosságra való sóvárgásnak az őserejét. És mentek a férfiak a saját kozmikus teremtésben elfoglalt helyükre, mert a dél a világosságnak, a kibontakozásnak és a teremtésnek a helye. És a születés ott történt az oltáron, minden egyes alkalommal, amikor az áldott úrvacsora megtörtént, hiszen az oltáron történtek jegyében bennünk is minden egyes misén vagy Isten tiszteleten újra és újra megszületik az Úr Jézus Krisztus, testben és vérben, testben és lélekben. Ez volt tehát a rend. Nyugaton található az ősöknek és az elhunytaknak a világa. Minden ősi mitológiai képzet nyugaton találja meg az Elízium mezejét, az ősöknek a mezejét, az elhunytaknak a birodalmát. Oda került régen a temető. Talán tudják, a régiségben a templom mellett foglalt helyet a falunak a temetője, ott voltak őseinknek a sírjai, síremlékei, nem kőből, mert a régiségben először is fát ültettek a sírra. Azért fát, mert a ősvallás képzete szerint először a távozó szellem, amikor fényként távozik ebből a világból, a növényi létforma közegén keresztül szűrődik át. Majd utána kerül a eredeti fénybirodalomba vissza. Népdalaink éneklik meg, hogy az egyik ágon ül mondjuk Jancsi, a másik ágon ül Julcsi. Ismerősek ezek a szerelmes dalok, hogy egy nagy fa áll a kertben, és az egyik ágán furuljál mondjuk a Jancsi, a másik ágán énekel a Julcsi, egymásnak szerelmes dalokat. Ezek mind ebből a képzetből fakadnak, hogy őseink visszatérvén a teremtőz először egy növényi létformán szűrődnek át, hogy visszatérjenek a teremtő Istenhez. És ott került sor a böjt időszakában, a 46 napos áldott vagy 42 napos áldott böjt időszakában, ha vasárnapokat nem számítjuk. Azért nem számították az ősiségben a vasárnapot a böjthöz, mert ugye tudják, vasárnap mindig megakasztották a böjtöt. Őseink nem tudták. Hát a nagy böjt idején is vasárnaponként Isten áldott levese, a tyúkus leves az asztalra került. Ezzel megszakadt a böjt, azért szakadt meg a böjt, mert a vasárnap mindig a kegyelem napja és a kegyelem ideje. Pálosaink is ilyen hullámzó módon böjtöltek, vagyis nem szigorú böjtöt tartottak egy meghatározott időkereten belül minden nap, hanem bizonyos időközönként megakasztották. A böjt ugyanis arra való, hogy az emberből kitakarítsa a piszkot, de nem csak erre, mert ma mindig csak erre gondolunk, hanem arra is való, hogy az embert erővel, magasabb erővel töltse föl. Tulajdonképpen kitakarítani a piszkot azért kell, hogy a magasabb erő be tudjon lépni a testbe, és ezt a testet működtetni tudja, átvegye ott a hatalmat a test fölött. Az erő viszont mindig hullámzó. Tehát ha mi erőt akarunk gyűjteni, ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha mi magunk is hullámzóan fogadjuk ezt az erőt. Ez az értelme a megakasztott böjtnek. A régiségben, és akkor ezzel be is zárom a hozzáfűzésemet az előző naphoz, a kisböjt, amit ma kisböjtnek ismerünk, ami november 30-ával, az egyház év kezdetével, Szent András apostol névünnepével kezdődik, és karácsony éjszakáig, pontosabban Szenteste évfélig tart. Hát ez a böjt sem ilyen rövid volt régen, hanem Szent Márton nappal kezdődött el. Szent Márton november 11-én ünnepli névünnepét. Magyarországi szentről van szó, aki Szaváriából, Szombathely mellől indult el, és jutott el Franciaországba, ahol Tours püspöke lett. Tudjuk a történetét, ha már ma pulyka van, akkor inkább legyen liba. El akart ugyanis a nagy feladat elől bújni, mármint hogy nem akart püspök lenni, mert hogy szerény ember volt. Tudva lévő, hogy amikor meglátta a koldust, lovaglás közben, remegni a hidegben, akkor saját köpönyegét ketté hasította a karddal, és az egyik felét ráterítette a koldusra. Egyébként Márton napja körül a Kárpát-hazában így teríti a fehér hólepelt a természet istenanya rá a vetésre, hogy ne dideregjen úgy, mint a koldus didergett Szent Márton látására. No, nem akarta vállalni ezt a feladatot, és akkor a libák közé bújt, de ugye a libák megmutatták gágogásukkal, hogy hol is bújik meg Márton, és végül is csak püspök lett, ami nagyon szépen mutatja, hogy ha Isten valakire rámutat, és azt mondja, hogy néked feladatod van, akkor az elől nem lehet kibújni. Ha feladat van, és azt végig kell csinálni. Kicsit lehet vele késlekedni, lehet egy kicsit bujkálni, de véglegesen elbújni előle nem lehet. No, még csak annyit a Szent Mártonhoz, mert az emberben ilyen kapuk nyílnak meg, amikor megidéz valamilyen szentet, vagy valakit az ősök közül. Így szokott ez működni, ők egyébként erre valók, hogy kis kapuk nyíljanak az ember tudatába, és aztán ő is próbáljon repülni a szent után, vagy az ős után, akit megidézett. Ő vitte Szűz Máriának a kultuszát nyugatra, ugyanis ekkor Nyugat-Európa még nem tartotta nagybecsben Szűz Máriát. Mert a nőiséget sem tartotta nagybecsben. A nő szerepét a társadalomban sem tartotta nagybecsben, gyorsan tegyük hozzá, hogy ma sem tartja nagybecsben. Minden rákfenéje a nyugati úgynevezett civilizációnak, bár én kötve hinném, hogy ez a nagy civilizáció lenne, de hát ebben vitatkozhatunk. Az egyik rákfenéje, ha nem a fő rákfenéje éppen az, hogy a nő alapvető szerepét kiejtette a társadalmi létezésből. Ettől a pillanattól kezdve a nők elkezdtek férfiasodni, következésképpen, mert a léttermészete, tudják, ilyen, fönt volt ott az az ábra, körben a kígyó és a két alma. Ha a nő elkezd menni a férfi felé, akkor a férfi elkezd menni a nő felé. Így lett a férfi feminim lény, és így lett a nő férfias, maszkulin lény. És most már olyan szinten, hogy egyik se találja a természetes helyét. Teljes zűrzavar van, a nem identitás zavara mutatkozik a világban, a társadalmi szerepek teljes zavara mutatkozik a világban, senki sincs a helyén. Senki sincs azon a helyen, amit neki a Jóisten mutatott. Ettől aztán végletekig frusztrált mindenki, a frusztráció miatt meg végletekig szorong mindenki, a szorongás pedig depresszióhoz vezet, és ebből egy valaki profitál, a pszichiáter. Na most így terjedt el a freudizmus, ami itt Amerikában azért elég nagy karriert futott be, tudjuk, a pszichoanalízis, ami semmire nem jó. Hát Hamvas Béla írja, hogy az egész modern pszichológia nem más, mint démonológia. Hát tulajdonképpen az emberben működő sötét erőknek a felszabadítása. Tehát Freud csak rakott még rá egy lapáttal, és azóta még teljesebb az űrzavar. No, hát csak ennyit úgy előjáróban, mert arra a kérdésre megint válaszolni kell, mint hogy tegnap válaszolni kellett, hogy azért még egy kiskapu kinyílt. Szóval Márton elviszi a Szűz Mária kultuszt, elviszi a Szűz Máriának a tiszteletét nyugatra, és amikor a nyugat megismerkedik ővéle, akkor épülnek, tetszenek tudni a nagy gótikus katedrálisok. Az egész gótika különös tekintettel az építészetben burjánzik, és annak köszönheti a létét, hogy Márton elterjesztette az áldott szűznek a kultuszát. Ha valaki nem hinné, hogy ilyen közvetlen a kapcsolat, tessenek a térképre fölrajzolni a mintegy 500 éven belül épült összes nagy nyugati katedrális. Notre Dame, Chartres, Reims, Köln és a többi, most nem sorolom fel az összeset, helyét. És tetszenek majd látni, hogy ez egy csillagképre lett ráfektetve. Mert régen is ismerték a mágiát, régen is ismerték azt, hogy ami fent, annak meg kell felelni itt lent. És ha a szűz csillagképhez kötődik létében, és én Szűz Máriának építek templomot, akkor ezt a szűz csillagképre kell ráfektetni. Kössék össze a nagy nyugati katedrálisokat, fogják látni, hogy a szűz csillagképét fogja kirajzolni. Tehát itt tényleg a szűznek a kultuszáról van szó. Egyébként a gótikus ív, az pontosan a szüzességnek az ősi népi jelképe. Ugye tetszenek érteni, csak az alja már le van vágva. Ugyanis ez női forma. Ez női forma. Hogy mi a férfi forma, ezt már láttuk, és fogjuk is majd látni. No, tényleg most már Szent Mártontól eltávolodok. Azt mondták, álljak erébb, na akkor innentől kezdve sétálgatni fogok. Ugyanis megint fölmerül a kérdés, hogy mivel lehet ebben a zűrzavaros világban rendet teremteni. És akkor elmondják a régiek, hogy mivel lehet rendet teremteni. Hogyan lehet visszatalálni a rendhez. Ugyebár ezzel kezdtük az egész előadást tegnap. Hogyan? A hagyomány folytonosságába kell visszailleszkednie mindenkinek. És akkor visszatalál a külső, és visszatalál a belső rendhez. Ha most én ezt a táncra vetítem rá, mert nekem most jelesül, a táncról kell beszélni, és a tánc üzenetéről kell beszélni, akkor a táncrendben fogjuk megtalálni újra ezt a bizonyos rendet. Belül is, kívül is. A kérdés, hogy van-e olyan fogalmunk, hogy táncrend, ismer-e a magyar nép olyan fogalmat, hogy táncrend, és tényleg ennek megfelelően használja-e? A táncfolklorisztika ismer egy olyan fogalmat, hogy táncciklus. De most ismételni fogunk. Bartók Béla, amikor megírja azt a bizonyos tanulmányát a 20. század elején, legelső évtizedében, akkor fölhívja a figyelmet, hogy kizárólag a Kárpát-medencében a magyar néphagyomány szerkezete nem horizontális, hanem vertikális. Ez azt jelenti, hogy minden, ami megjelenik a néphagyományban, az vertikális módon szerveződik. Ha láttak már régészeti ásatást, akkor az működik így. Amikor a régész elkezd ásni, minél lejjebb hatol a talajba, időben annál nagyobb múltat érint meg. Legalul vannak a talajban a régészeti ásatás szelvényében, ezt rá is szoktak szerkeszteni egy ilyen négyzethálót, és megadják, hogy milyen időrétegeket érint az ásatás. Ugye legalul van a legidősebb réteg, vagy vegyük a geológiai rétegeket, azok is ugyanígy működnek értelemszerűen, mert egymásra rétegződnek. És legfelül van a legújabb fejlemény. Ugyanígy működik a magyar néphagyomány. Amit legelől találunk, ami legelől jár, mondhatnánk egy kicsit képes beszédmódjára, ami legelől jár, az a legősibb réteg. És ami legkésőbb jár, az a legújabb réteg. Na, a táncra vetítve ezt nevezi a táncfolklorisztika táncciklusnak. Mi is az a táncciklus? Amikor mulatság volt a faluban, és most itt megint ismételjünk egy pillanatra. Mikor volt mulatság a faluban? Hát tudjuk például, hogy Kisböjt idején biztos nem. Nagyböjt idején biztos nem. Ez már elég nagy idő, ugye? Mert 2×42 nap, vagy ha vasárnapokat hozzászámoljuk, 2×46 nap. Akkor hogyan állunk? Hát rosszul. Mondhatnánk, mert gyakorlatilag már mindjárt az esztendő fele eltelt. Na jó, hát ez túlzás. Mikor volt mulatság? Nagyon jó. Tehát egyrészt nagyon fontos munkaalkalmakkor, olyan munkaalkalmakkor, amelyekhez az egész közösségnek együtt kellett lennie, mert akkor volt hatékony a munkaalkalom. De ez nem csak hatékonyság kérdése, tehát most nehogy abba a hibába essünk, hogy mi is a gazdaságot tekintjük alapnak, mint a nyugati kapitalizmus meg a marxizmus. Mennyire hasonlítanak egyébként egymáshoz, ugye? Tehát nem őt kell alapnak tekinteni, és nem ezért a munkaalkalmak, hanem azért, mert minden ilyen nagy munkaalkalom a szent alkalom volt. Tehát ilyenkor is a szent időbe léptek. Számukra nem volt ilyen nagy különbség a létezés profán arculata és a létezésnek a szent, vagy idegen szóval a szakrális arculata között. Közvetlen átjárás volt. Minden pillanatban át lehetett hívni a szentség erőit a legprofánabb tevékenységhez is. És ez nagyon fontos. Nekünk ez egy nagyon fontos üzenet. Na de most nekünk nem ez a lényeg. Tehát vannak a munkaalkalmak, voltak egyébként bálak, szervezett bálak is, amelyek nem munkaalkalmakhoz kötöttek. És voltak, most jön a lényeg, voltak a természetnek a nagy fordulópontjai. Melyek ezek a természeti nagy fordulópontok? Szentiváni például. Mi történik ott? Akkor van a nyári napforduló, valami alapvető dolog történik. Vele átellenben mi történik? Ott van a téli napforduló. Rámerőlegesen mi történik? Mert az is nagyon fontos két pont, tavaszi napi egyenlőség, ahol a világosság legyőzi a sötétséget, és a másik oldalon pedig az őszi napi egyenlőség, ahol a sötétség győzi le a világosságot. Tehát voltak ilyen nagy természeti változásünnepek, amelyeket értelemszerűen táncmulatsággal is meg kellett erősíteni, a szentségüket, a szentség folytonosságát biztosítani kellett. És voltak az emberi életnek a nagy változásai. Melyek ezek? Ezek ugyanazok, mint a természet körforgásának nagy változásai. Születés és keresztelő, ezt vegyük így egybe, tehát születés és keresztelő. Azután volt a legényavatás és leányavatás, ez a pünkösdi szertartásokhoz kötődik. Mi már értjük, hogy miért, mert pünkösd az esztendőben az ikrek időszaka. Az emberi élet körén pedig a leány és a legény élet az az ikreknek az időszaka. Tehát hol lehet fedésbe hozni a természet szentségesítő erejét és az emberi élet változásához kötődő szentavatást? Az azonos minőségben. Ott lehet fedésbe hozni. Tehát ugyanazt a minőséget kell a természet ünneprendjében is megtalálni, ezért pünköshöz kötődik, ugye érthető a legény és a leányavatás. Utána jött a legnagyobb ünnep, a menyegző, mert ez volt a faluban a legnagyobb ünnep. És utána jött az ennek megfelelő, mint egy második menyegzőnek is tekinthető, halálszertartás rendje. Tehát a temetés és a temetésből kibomló, halállal kapcsolatos képzetek és szentségek teljes megünneplése. És ezzel zárul, mert voltak éppen a táncmulatság többször nem jelent meg. Mit jelentett a mulatság? Emlékszünk, Istennél lenni. Istennél múlatni az időt. Vagyis aki táncol, az Istennél van. De mondtam, aki zenél, ő is Istennél van. Aki dudál, ő is Istennél van. Sőt, fogjuk látni, aki hímezzi a karácsonyi abroszt az asztalra, éppen advent idején, mert az asszonyok ezzel foglalatoskodtak. 3 darab abroszt kellett hímezni a karácsonyi asztalra. 3 fehér abroszt, fehér cérnával. Ez egy szent tevékenység volt, szent időben végezték, ma úgy mondanánk, hogy egy meditációs gyakorlat volt. Ekkor mesélték a legnagyobb meséket egyébként az egész családnak, mert együtt volt mindenki napestétől, ami már igen koránra tolódott, ugye a napnak az esztendős mozgása okán, és gyakorlatilag 6 órától 10-11 óráig este következtek egymás után a mesék. Bomlott ki valami csoda a parasztházakban. Ott ültek a kályha szegletében, kicsik és nagyok, és ilyen félmeditatív állapotban, ilyen félrévüléses állapotban hallgatták a történeteket. Az ősökről, miről szólnak a mesék? A beavatásról, mi dolga az embernek a világban, milyen erőkkel kell szembenézni a világban. Milyen erőkkel kell szembenézni a világban? A sárkánynak az erejével. Hol lakik a sárkány? Bennünk. Hány feje van? Legalább 3. Miért? Mert itt is meg tud nyilatkozni a sárkány, hú, de ronda tud lenni. Itt is meg tud nyilatkozni a sárkány, még rondább tud lenni. És itt, na hát ez egy fertő. Aztán volt 7 feje. Miért 7? Mert ez a 7 bolygó minőség. Azokról a minőségekről van szó, akik meghatározzák a 12-ességet, mint végső arculatát a világnak. Az alapján határozzák meg, hogy minden bolygó uralkodik egy állatövi jegyben, egy állapot jegyben. És az ő saját tulajdonságait bontakoztatja ott ki. Tehát tulajdonképpen, amikor én a 7 bolygót szemlélem, akkor a 12-ességet szemlélem, a 12 állapotjegyet szemlélem, csak sűrítette formában is. Annyi még a különbség, hogy éppen változás alatt vannak. Miért? Mert a bolygók vándorolnak, az állapotjegyek pedig egy helyben állnak, igaz? És épp az a lényeg, hogy a bolygók mozdulnak rajtuk keresztül, és újabb állapoti jegybe kerülnek, újabb és újabb üzenetet fogalmaznak meg. Nem tudom, tetszenek-e például tudni, hogy a Plutó mostanában nagyon jellegzetes pályát fut be az égboltozaton. Nagyon fontos váltást végzett a Plutó, éppen mielőtt ide érkeztem Amerikába. És akár hiszik, akár, de most lehet azt gondolni, hogy miről beszél ez az ember, de annak, hogy én itt lehetek, annak persze az Ákos az oka, közvetlenül. Meg az Ágnes az oka közvetlenül, de tudják, hogy annak, hogy én itt lehetek New Yorkba, az igazán közvetlen oka, hogy a Plutó ott valamit csinált. Itt ez a lényeg. Ott írják a mi sorsunkat. Nem mi írjuk a mi saját sorsunkat. Mi erősíthetünk bizonyos vonulatokat, és gyengíthetünk bizonyos vonulatokat. Ez a szabad akarat. És abban a pillanatban, ahogy én megerősítettem valamilyen vonulatot, és próbáltam felszámolni egy másik vonulatot, már más sorsvonalon indultam el. Tehát nagy a szabad akaratnak nagy a lehetősége, de nem végtelen. Azért mindenkinek van egy sors tendenciája. Így van. Például nem várhatom el senkitől, aki itt ül, hogy holnap reggel kiskirály legyen Dél-Afrikában. Van esélyünk arra, hogy valaki közülünk kiskirály legyen Dél-Afrikában? Az lesz ebben a poén, hogy majd olvasom holnap az újságban, hogy titokban valakit kiemeltek innen, és eljutottak Dél-Afrikába, és király lett. No. Amit a táncfolklorisztika táncciklusnak nevez, és voltaképpen nem is függőlegesen szerveződik, bár függőlegesen is szerveződik, hanem ahogy mondja a fogalom, ciklikusan, akárhányszor újra lehet kezdeni, na az maga a táncmulatság. És a régiségben minden faluban, minden adott táncmulatságon végig táncolták szigorúan ezt a táncciklust. Elmondom, hogyan néz ki. Kezdődött karikázóval. Ez egy körtánc. Folytatódott a férfi szólótánccal. Ez eredetileg legényes volt mindig. Ott, ahol a legényes eltűnt. Mert voltak ilyen területek, például Alföld. A török hódoltság okán egész egyszerűen felszívódott a legényes. ugyanis nem volt kinek továbbadni, mert éppen bent volt a török. És megszakadt egy picit a hagyomány folytonossága. Újra kellett mindent kezdeni, amikor a török kitakarodik. És akkor már nem legényes tánc van, hanem akkor már valami más terjed el, a verbunk. De ez is férfi szólótáncként terjed el, ez az érdekes. És majd föl kell tegyük a kérdést, hogy miért helyettesítheti a szólóverbunk, nem ez az eredeti alakja a verbunknak, az eredeti verbunk mindig körverbunk volt. Tehát miért jelenik meg a szólóverbunk, és miért helyettesítheti a legényes táncot? És utána jött a páros tánc, ami mindig három volt. Három a tánc. Jött a lassú, ezt már megbeszéltük tegnap, a közepesen gyors és az egészen gyors. És ha még ehhez valamit hozzá akartak tenni, mert tudták, hogy három a magyar igazság, de egy a ráadás, akkor jött a körcsárdás. Amikor összefogóztak a párok, a zene végtelen, na itt gyorsulhat a zene. Tehát itt mondhatja azt a zenész, hogy úgy húzom, hogy már alig lehet látni a vonomat. És akkor már azt tudta követni a táncos, anélkül, hogy gond lenne, mert összefogózkoztak a párok, és elkezdték forgatni a nagy kört. Egészen kivilágos kivirrattig. Vagy kezdődhetett előről az egész, ha volt kedvük. De akkor megint előről, ugyanonnan, ahon elkezdték. Onnan kellett kezdeni. Tetszenek látni, hogy kezdtük körrel, és befejeztük körrel. Mert a kezdet és a vég valahol mégiscsak ugyanaz. Vagy nem ezt mondja Urunk Jézus? Én vagyok a kezdet, és én vagyok a vég. Ugyanúgy velem találkoztok a kezdetkor, és ugyanúgy velem találkoztak a végső időkben. Csak egy kicsit más formában jelenek meg a kezdetkor, és egy kicsit más formában jelenek meg, amikor az időknek végezete vagyom. Na most az időknek végezete vagyom. Már nem az előadásnak, azt még talán be tudom fejezni, de az időnek végezete vagyom. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy holnap reggel. És ezt nagyon komolyan mondom. Mert a probléma gyökere abban van a mai ember számára, hogy nem tudhatja, mikor van vége. Úgyhogy senkinek ne higgyenek, aki jósolja, hogy mikor van vége. Mert aki jósolja, hogy mikor van vége, hazudik. Lehet tudni. Maga Jézus mondja el, én se tudom. Na most, ha Jézus nem tudta, hogy veszi valaki a bátorságot, hogy azt mondja, 2012. december 21-én vége a világnak. Mert sokan lesznek a hamis próféták. Meg vagyon írva. Tipikus hamis profécia. 2012. december 21. Ismeri valaki a maja naptár működését? Mert erre hivatkoztak. Nagyon kevés szakember van, aki pontosan ismeri a maja naptár működését. Tehát azt lehet hazudni, amit akarunk. 2012. december 20. Nem jött össze, akkor kitalálnak valamit. Azért nem jött össze, mert tulajdonképpen összejött, csak láthatatlan volt. Nem tetszenek érezni? Véget ért a világ. Nem lenne rossz egyébként. Egy valamire volt jó. 2012. december 21-éig mindenki így csinált. Már csak 7 nap. Már csak 6 nap. De voltak, komolyan voltak ilyen emberek. És féltek, és reszkedtek, és szorongtak. És ezek a láthatatlanok meg így ültek a fotelben, és mosolyogtak.